A programsorozat idén is a Napsugártagovoda Mihály napi vásárával kezdődött. Az esemény elején az egyik csoportból verbuválódott vásári forgatag járta végig az árusokat és mérte fel a portékáikat. Ezután a kazincbarcikai Kodály Zoltán alapfokú művészeti iskola néptánc bemutatóját tekinthették meg a kicsik és szüleik. Az esemény táncház zárta. Mint azt érdeklődésünkre Siető Kata óvodapedagógus elmondta, a program célja az, hogy az óvodások megismerjék a néphagyományokat, népszokásokat. A programban kezdetben ugye mindig először egy kis bemutató műsor van, az óvodások készültek egy kis vásározós komédiával, utána pedig egy közös táncházzal ünnepelünk. Az idei évben újdonság az, hogy népi hagyományos játékokkal ismerkedhetnek meg a gyerekek, illetve hát ezen a rendezvényen árulják a maguk által készített vásárfiákat is. Ez pedig már a százszor szép tagovoda, ahol szeptember 29-én mesenapot rendeztek. A programon ezúttal a gyerekek a Kiskakas Gyémántfélkrajcárja című gyermekmesét is előadták kisebb társaik és szüleik nagy örömére. Az esemény célja, mint mindig, most is az volt, hogy a kicsiket megismertessék a régi magyar népmesékkel, melyek értékes alternatívát jelentenek néhány mai rajzfilmmel szemben. A programok a hagyományokhoz híven kedden Szüreti kavalkáddal folytatódtak a Fűzike tagovodában, a Ne felejts oviban pedig a saját Mihály napi vásárukon tartották meg az intézmény névadó ünnepségét is. Horváth Négeleta Mária óvodavezető a Városi TV-nek úgy fogalmazott, az őszi programsorozatnak a hagyományok őrzése mellett közösségépítő szerepe is van. Az az igazság, hogy nagyon széles repertoárja van nálunk az őszi ünnepkörnek. Gyerekek, óvónénik, szülők egyaránt készülnek erre a rendezvényre, hiszen ennek közösségformáló ereje is van. Szeptemberben jönnek be a gyerekek óvodába, ismerkednek a szülők, és minden lehetőséget megragadunk annak érdekében, hogy ezt minél szélesebb körbe ki tudjuk vinni ezeket az ünnepeinket. A rendezvény sorozat tovább folytatódik. Október 5-én Alma Fesztivál lesz az Eszterlánc oviban, a Székhely új nevén Bóbita óvodában pedig focipályát avatnak. Október 9-én.